alkotmánybíróság, hogy valamely jogszerű közjogi cselekvés is kerülhet ellentétbe valamely alkotmányban rögzített demokratikus alapelvel, tehát az alkotmányos értékrenddel. Ebben az esetben van egy válság elhárító funkciója a köztársasági elnöknek. Ugyanezek az alkotmánybírósági határozatok világossá tették, hogy melyek azok a köztársasági elnöki jogkörök, ahol valóban csak kritikus válsághelyzetben van egyfajta döntési jogköre a köztársasági elnöknek. Utalnék csak a 90-es évek elejére, amikor itt a média alelnökök kinevezése körül voltak különböző botrányok. Ebben az időszakban születtek meg ezek az alkotmánybírósági határozatok. Másfajta köztársasági elnöki hatáskörök, itt például az előző kormányzat által kritizált kitüntetési jogkör gyakorlásában van egy sokkal szélesebb mérlegelési jogköre az államfőnek. És hát az alkotmánybírósági döntések és elvitételek mellett én azt gondolom, hogy a jövőre nézve mindenképpen irányadó az az erkölcsi szerepfelfogás, amit az eddigi köztársasági elnökök, egész pontosan Mádl Ferenc és Sólyom László kialakítottak. Hiszen egy olyan szimbolikus funkcióról van szó, ahol nagyon nagy a súlya a jogi keretek mellett annak a személyiségnek, aki megtestesíti a legfőbb közjogi méltóságot. Éppen ezért érdemes a jogalkotónak is, és az utódoknak is figyelni arra a szerepfelfogásra, amit hajlíthatatlanul és nagyon pontosan Mádl és Sólyom elnök urak az elmúlt bő 10 évben kialakítottak. Maga a jogállási törvény ugyanakkor néhány, én azt gondolom, hogy nem túl lényegtelen hibában szenved. Az első, amit szeretnék megjegyezni, az maga a köztársasági elnöki hivatal intézménye, ami sajnálatos módon itt tavaly augusztusban egy meglehetősen zilált állapotba került, és akkor még finoman fogalmaztam. Megengedhetetlen az, hogy egy költségvetési szervet, főként egy központi hivatalt ne egy személy irányítson. Különösen furcsa a felfogás akkor, amikor azt látjuk, hogy a kormányzatnak a közigazgatási filozófiája az éppenséggel a centralizációról szól. Ez a jogállási törvény sajnálatos módon törvényesíti azt a jelenleg törvénytelen gyakorlatot, hogy a köztársasági elnöki hivatal élén nincsen egy személyi vezető. Utalnék arra, hogy az előző köztársasági elnökök hivatali ideje alatt, amikor törvényesen működött a köztársasági elnöki hivatal, a hivatal vezető és a hivatal vezető helyettes nagyon szépen és gördülékenyen meg tudták osztani azokat a funkciókat, amiket ma meglehetősen kusza módon több hivatal vezető gyakorol. Nincs ilyen közigazgatási kentaur még egy, mint ma a Magyar Köztársaság elnökének hivatala. Van egy költségvetési szerv, a KEH, és ennek az egy költségvetési szervnek van három vezetője. És sajnálatos módon ez a törvényjavaslat, akkor, amikor jogi ügyekért felelős, meg gazdasági ügyekért felelős vezetőről beszél, szentesíti ezt a teljesen abszurd gyakorlatot. Én azt gondolom, hogy a köztársasági elnök intézményével kapcsolatban még csak nem is a vagyonnyilatkozat tételi jog, illetve kötelezettség az, ami a leginkább példamutató lehet, hanem az, hogy van egy tiszta, világos, a polgárok számára átlátható hivatali működés, amely kiszolgálja az elnöki funkció gyakorlóját. Jelenleg ez a helyzet nem áll fenn. És a parlamentnek joga és felelőssége, hogy rendet tegyen ebben a helyzetben, és világossá tegye azt, hogy a köztársasági elnök működését szolgáló hivatal egy ugyanolyan a magyar jogi keretek között működő költségvetési szerv, mint bármely központi állami hivatal, és a működésének ugyanazoknak a törvényi feltételeknek kell megfelelni, mint bármely más állami központi hivatalnak. Úgyhogy éppen ezért a megfelelő módosító javaslatokat a köztársasági elnöki hivatallal kapcsolatban előterjesztettük. Nem látjuk be, hogy miért kell szakítani most már nem csak ténylegesen, hanem törvényileg is azzal a működési móddal, ami az elmúlt 20 évben kiszolgálta a regnáló köztársasági elnököket. Eddig ugye az volt a gyakorlat, hogy a köztársasági elnöki hivatal élén van egy államtitkári besorolásban álló vezető, a helyettese pedig helyettes államtitkári besorolásban működik. Az LMP módosító javaslata arra is megteremti a lehetőséget szemben az eddigi törvényi helyzettel, hogyha ezt szükségesnek látja az államfő, a hivatalvezetőt akár több hivatalvezető helyettes is helyettesítheti,
de mindenképpen valamilyen hierarchikus felépítésnek egy központi hivatal esetében léteznie kell. A mostani törvénytelen helyzetet a törvénynek rendeznie kell, meg kell szüntetnie. Szégyen, gyalázat, hogy a köztársaság élén ilyen rendezetlen minőségű és helyzetű elnöki hivatal működik. Szeretnék röviden szólni arról, hogy az összeférhetetlenség szabályozásánál van egy, hát legalábbis méltatlan helyzet, mert ugye általában, amikor a magyar közjogban az összeférhetetlenséget szabályozza a törvény, akkor teljesen természetes, hogy arról is rendelkezik, hogyha az összeférhetetlenségi eljárás alatt valaki megszünteti az összeférhetetlenségre okot adó helyzetet, akkor nem mondható ki az összeférhetetlenség, és az eljárást meg kell szüntetni. Célszerű és az intézményhez méltó lenne, hogy ez a köztársasági elnök esetében is visszaköszönjön. Hogyha a köztársasági elnök az összeférhetetlenségi eljárás alatt az összeférhetetlenséget megszünteti, az összeférhetetlenség kimondását mellőzni kell, és az eljárás meg kell szüntetni. A vagyonnyilatkozat tételi eljárással kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy azért fönnáll az a veszély, függetlenül attól, hogy most éppen milyen parlamenti többség van, hogy nagyon könnyen a vagyonnyilatkozat tételi eljárás kapcsán az aktuális parlamenti többségnek a fogjává tud válni a köztársasági elnök. Lábjegyzetben megjegyzem, nem véletlenül vetettük fel mi is az alkotmány koncepciónkban, hogy a jelenlegi köztársasági elnöki súly mellett célszerű lenne megfontolni az államfő közvetlen választását. Az a helyzet, hogy az elmúlt 8 évből, vagy az elmúlt 20 évből láttunk arra példát, hogy az aktuális parlamenti többség a számukra ellenszenves köztársasági elnököt megpróbálta különböző módon egzecírozni. A jelenlegi vagyonnyilatkozat tételi eljárás, amelyik egy sima bizottsági többséghez köti az eljárásnak a megindítását, utat nyit az előtt, hogy ha adott esetben a kormányzó többség számára nem tetsző módon működik a köztársasági elnök, tudom, hogy ez a következő években egy science fiction kategóriájába tartozik, akkor egy egyszerű parlamenti többség múresre tudja tanítani az államfőt. Jegyzem meg, hogy ez ugyan a következő években nyilvánvalóan egy abszurditás, ilyet akár csak feltételezni is. A szocialisták viszonyát látva a Sólyom köztársasági elnök úrhoz a felvetés egyáltalán nem abszurd. Szeretnék továbbá arra is utalni, hogy a vagyonnyilatkozat tétel elmulasztása kapcsán a szabályozás egy komoly alkotmányjogi justizmordot is előidéz, mert hogy azt mondja, hogy a vagyonnyilatkozat tétel elmulasztása esetén a tisztségét nem gyakorolhatja a köztársasági elnök. Ilyen esetekre általában véve is az a szankció szokott lenni, hogy javadalmazásban nem részesül. Ha nem gyakorolhatja a tisztségét, kérdés, hogy a köztársasági elnöki feladatokat kilátja el, hiszen erre az esetre nézve az országgyűlés elnöke, aki egyébként az akadályoztatás esetén az államfői jogkörök gyakorlására jogosult, sincsen egyértelműen felhatalmazva az államfői jogkör gyakorlására. Ezért tisztelettel javaslom annak a megfontolását, hogy a vagyonnyilatkozat tétel elmulasztása esetén a javadalmazásnak a megvonása, illetve szüneteltetése legyen a megfelelő szankció. Én egy kicsit élesebben szeretnék azért utalni arra, amit Gyüre képviselőtársam fölvetett az imént a volt köztársasági elnök juttatásaival kapcsolatban. Az, hogy ebben a törvényjavaslatban nem szerepel az a kitétel, ami egyébként LMP javaslatra került be tavaly nyáron a volt köztársasági elnökök jogállását módosító törvényjavaslatba, hogy tudnélik csak az 5 éves ciklus kitöltése esetén illessék meg ezek a meglehetősen nagyvonalú juttatások a volt elnököt, hát ezt, hogy úgy mondja, meglehetősen barátságtalan és ízléstelen gesztusnak tartjuk. Tavaly az alkotmányos többség is azért fogadta el a javaslatunkat, mert így lehet tiszta vizet önteni a pohárba. Egyrészt mindenféle méltatlan spekulációknak így lehet elejét venni, másrészt pedig azzal a jogalkotói szándékkal, hogy növeljék a volt elnökök juttatását, meglehetősen mondom, még egyszer nagyvonalú módon tette meg a parlament, mi is megszavaztuk egyébként ezt a törvényjavaslatot tavaly nyáron, az áll arányban, hogy ezt a nagyvonalú juttatást csak azok kapják meg, akik kiszolgálták az 5 éves ciklust. Ehhez képest most ebben az új törvényjavaslatban
mindenféle reflexió és magyarázat nélkül ezt a tavaly egyébként megszavazott, általunk is megszavazott, és sőt javasolt megszorítást kivette a kormányzat. Ezt enyhén szólva nehezményezzük, és valóban sok meglehetősen méltatlan és talán ízléstelen spekulációra adhat okot. Úgyhogy én nagy tisztelettel kérném az államtitkár urat, hogy fontolják meg, hogy a hatályos törvénynek megfelelően ezeket az igencsak kibővített juttatásokat a ciklus kitöltéséhez kötik. Mondom még egyszer, úgy, ahogyan az egyébként a jelenleg hatályos és tavaly elfogadott szabályozásban is van. Végezetül még két apróságot szeretnék elmondani. Akkor, amikor a törvényjavaslat rendezi az ellenjegyzésre köteles törvényi körök terjedelmét, egészen pontosan bizonyos elnöki jogköröket mentesít az ellenjegyzés alól, ezekkel többnyire egyetértünk. Egyetlen egy pontra szeretném csak fölhívni államtitkár úr figyelmét, ez a gazdasági versenyhivatallal kapcsolatos elnöki jogkör. Miután a gazdasági versenyhivatal hiába autonóm közigazgatási szerv, mégiscsak a végrehajtó hatalom része, ezzel kapcsolatban, vagy a GVH-val kapcsolatos kinevezési jogköröknél van egy politikai felelősség. A GVH-val kapcsolatos jogkörök nem azonos neműek, mint az összes többi, amit itt a törvényjavaslat záró rendelkezései felsorolnak. Éppen ezért én azt gondolom, hogy a GVH esetében célszerű lenne fenntartani az ellenjegyzés intézményét, hiszen ezekben az esetek, a GVH-val kapcsolatos elnöki jogkörök esetén fölmerül politikai felelősség, amit a jelenlegi alkotmányos rendszerben nem célszerű, sőt egész egyszerűen egy alkotmányellenes helyzetet teremt, ha a köztársasági elnök átvállal. Befejezésül annyit szeretnék megemlíteni, hogy a köztársasági elnök lemondásával, illetve lemondásának elfogadásával kapcsolatban vannak jogszabályszerkesztési problémák. A második paragrafusban eleve hát az országgyűlés elfogadó nyilatkozatáról beszél, holott az országgyűlés nem ad ki nyilatkozatot, az országgyűlés határozatot hoz, és ugyanígy némi pontatlanságok vannak a második körös fenntartó nyilatkozattal kapcsolatban. Én arra szeretném kérni államtitkár urat, hogy tekintsék át a második paragrafusnak a szabályozását, hogy az feleljen meg a parlamentre irányadó alaptörvényi rendelkezéseknek. Tehát még egyszer összegezve, azzal együtt, hogy a köztársasági elnöki hivatalra vonatkozó rendelkezéseket, illetve a volt köztársasági elnökök juttatásaira vonatkozó ciklus kitöltéshez ragaszkodó kritériumnak az eltörlését abszurdnak tartjuk. Összességében és nagy vonalakban a törvényjavaslat az LMP részéről támogatható. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Ezzel a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Innen van lehetőség 2 perces hozzászólásokat megtenni. Rögtön meg is adom a szót Salamon László képviselő úrnak, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciójának képviseletében. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, a Kereszténydemokrata Néppártnak a törvényjavaslattal kapcsolatosan nagyon rövid a mondandója. Ez is a magyarázata annak, hogy mi a vezérszónoki körbe nem kapcsolódtunk be, hanem ebben a 2 perces reflexióban érintve, vagy reagálva az elhangzottakra el tudjuk mondani a KDNP álláspontját. Ez pedig nagyon röviden abban áll, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt a törvényjavaslatot általánosságban támogatja. Amit figyelemfelhívásként szeretnénk ezt hozzátenni, hogy óvnánk az államfői státus munkajogi kategóriákkal történő leírásától. Ilyen problémát konkrétan a szabadságra vonatkozó rendelkezésben látunk, és erre nézve módosító javaslatot is előterjesztettünk. Egyébként az eddig elhangzott felszólalásokban történt észrevételek bizonyos részével nem értünk egyet, más észrevételek pedig olyanok, amik úgy gondolom, hogy valóban igényt tarthatnak a megfontolásra, tehát azt gondolom, hogy
ezeket a kérdéseket, amiket itt képviselőtársaink az előbbi felszólásokban felvetettek, ezeket valóban több elemében is végig kell majd gondolnunk és figyelembe kell vennünk. Egészében azonban a kereszténydemokrata néppárt a törvényjavaslatot támogatja. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adok szót. Elsőnek Horváth Zsolt képviselő úrnak adok szót a Fidesz képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Itt az expozé során, illetve a vezérszónoki felszólalások során azt gondolom, hogy e törvényjavaslattal kapcsolatban a legfontosabb sarokpontok elhangzottak, és azt is látom, hogy a frakciók, legalábbis akik eddig hozzászóltak, alapvetően támogató jelleggel szóltak hozzá a törvényjavaslathoz. Az is látszik, erre is utaltak már jó néhányan, hogy ennek a törvénynek az elfogadására azért van szükség, mert az új alaptörvény az ezt a rendelkezési formát vezetteti le a közjogi rendszerben. Az alaptörvény általános vitája során is elhangzott már, hogy egy lépcsőzetes rendszer alakul ki a következő időszakban Magyarországon, ami azt jelenti, ez az alaptörvény általános vitájának is egyik kiemelkedő pontja volt, amikor arról vitáztunk, hogy milyen hosszú legyen az alaptörvény, szövegét tekintve is, és tartalmát tekintve is, hogy mennyire részletes szabályok kerüljenek bele az alaptörvénybe, és mely részletes szabályok rendeződjenek majd a későbbiek során, akár sarkalatos törvényekben, akár más törvényekben. Akkor is elmondtam már, hogy én egy középutas megoldást látok jónak, amely egyébként ki is alakul jelen pillanatban Magyarországon, amely azt jelenti, hogy az alaptörvény az alapvető rendelkezéseket rendezi, a legfőbb rendelkezéseket, így van ez a köztársasági elnök jogállását illetően is. Ennek részletszabályai, a legfőbb részletszabályok pedig kikerülnek az úgynevezett sarkalatos, kétharmados törvények közé. Amit én nagyon jónak látok, az az, hogy az elmúlt 20 év gyakorlatának megfelelően a köztársasági elnök jogállása, hatásköre, feladatai, szervezeti rendszere alapvetően nem fog változni. Én nem támogatom azok táborát, akik a jelenlegi törvényi tartalom mellett közvetlen köztársasági elnök választást látnak jónak Magyarországon. Amit eddig itt ilyen formában ezt indokként hallhattunk, azokat inkább mondva csinált okoknak látom. Amit viszont örömmel látok, az az, hogy a köztársasági elnöki hivatali rendszer felépítése kapcsán a köztársasági elnök olyan jogosultságokat kap, amely lehetővé teszi számára, hogy saját maga határozza meg ennek a feladatát, hatáskörét, szervezeti rendszerét, működési formáját. Én nem vitatkozom az LMP-s frakció vezető úrral, amely Schiffer képviselő úr megpróbált tényszerűen néhány olyan dolgot elénk tárni, amelynek a valóságtartalmát én innen nem tudom megítélni. Az biztos, hogy nem egy jó megoldás van általában egy hivatal vezetésére. Hogyha a köztársasági elnök úr úgy látja, hogy a jelenlegi megosztott hivatali vezetői rendszer alkalmas arra, hogy ez a rendszer működőképes legyen, ám legyen, én erről azt gondolom, amelyet a kormány szerkezeti felépítéséről is, hogy az elmúlt 20 év kormányzatai során jó néhány ilyen szerkezeti rendszert láttunk. Nem attól függött annak a hatékonysága, hogy éppen milyen szervezeti rendszer lett kialakítva, hanem inkább annak tartalmi
elemétől. Amit még én örömmel látok, két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az a volt köztársasági elnök jogállásának és juttatásainak méltó rendezése. Én azt gondolom, hogy ez a törvény világosan meghatározza azokat a kereteket, amelyek arról rendelkeznek majd, hogy azok a személyek, akik Magyarországon köztársasági elnöki pozíciót töltöttek be, ilyen feladatot végeztek, a hivatalukból való távozásokat követően milyen lehetőségek előtt állnak. Én ezt egy méltó formának tartom, egy nyíltnak, világosnak, mindenki láthatja azt, a választópolgárok is, és azok az emberek is, akik ilyen feladatot végeznek, hogy milyen lehetőségeik lesznek. A másik, ami ehhez kapcsolódóan az én számomra örömteli, az a törvényjavaslat 21. paragrafus 1-es bekezdése, amely pedig lehetővé teszi azt, hogy a hivatala átadása után is hasznos tagja maradhasson a volt köztársasági elnök Magyarországnak. Mindehhez megkapja azokat a feltételeket, amelyek ezt a gyakorlatba átültetve is lehetővé teszik. Én úgy gondolom, hogy minden ilyen esetnek azért van fontossága, mert mindez közösségépítő és hagyományteremtő szándék is lehet, olyan elképzelések élére tud állni egy volt köztársasági elnök a maga személyes megítélésével, amely segítheti Magyarország egységének kialakítását. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezzem önöket, képviselőtársaim, hogy kíván-e még valaki felszólalni a vitában. Jelentkezőt nem látok, megkérdezem Répási Róbert államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, kíván. Megadom a szót államtitkár úrnak, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, csak röviden szeretnék válaszolni. Egyrészt köszönöm szépen a támogató hozzászólásokat, támogató nyilatkozatokat. Másrészt pedig megértést kérek azoktól a képviselőtársaimtól, akik olyan kérdéseket feszegetnek, amely nem ennek a törvénynek a tárgya, hanem az alaptörvény tárgya, vagy az alaptörvénnyel összefüggő vitáknak a tárgya volt. Ennek a törvénynek nem volt más célja, mint az alaptörvény rendelkezésének a végrehajtása, és ezen a kereten belül mozog, és 99%-ban a status quo-t megőrzi ez a törvényjavaslat, tehát a köztársaság elnök jogállása nem változott, a köztársaság elnök juttatásai sem változtak. Az elnöki hivatalra vonatkozó megjegyzésüket, illetve politikai tanácsadóra vonatkozó megjegyzésüket én megfontolom, de szeretném jelezni, hogy a köztársasági elnöki hivatalban ugye köztisztviselők dolgoznak, tehát az ő jogviszonyukra a köztisztviselői törvény vonatkozik, amely ismeri a politikai tanácsadó intézményét. Éppen ezért itt nem történik más, mint a politikai tanácsadó elnevezése a köztársaság elnöknél elnöki tanácsadóra változik, de a jogállása az elnöki tanácsadónak a politikai tanácsadóval azonos. A hivatal szervezetére vonatkozó szabadság, amely eddig megillette a köztársasági elnököt, az a mi elképzeléseink szerint a javaslat szerint a jövőben is megilletni a köztársasági elnököt, tehát a köztársasági elnök szabadon alakítja ki a hivatalát. Ebben az elmúlt két évtized hatályos szabályait követi a törvényjavaslat. Még egyszer köszönöm a támogató nyilatkozatukat, és a módosító indítványaikat pedig megfontoljuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára magára is következő ülésünkön kerül sor. Most soron következik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Rogán Antal és Román István fideszes képviselőtársaink önálló indítványát TPER 3504-es számon, a bizottsági ajánlásokat pedig TPER 3504/1-es és 5-ös számon megismerhették képviselőtársaim. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Román István képviselő úrnak, a napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, köszönöm a szót. A Rogán Antal képviselőtársam által benyújtott a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségi gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló TPER 3504 számú törvényjavaslatról, annak céljairól és tartalmáról kívánok elsősorban néhány gondolatot elmondani. Mi is a célja a javaslatunknak? Nem más, mint hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségi gazdálkodó szervezetek esetében, ha azok csődeljárás vagy felszámolási eljárás alá kerülnek, akkor a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991 évi 49-es törvény általános szabályaitól eltérő szabályok érvényesülhessenek. Javaslatunk szerint az eltérések csak ott megengedettek, ahol a vállalkozási kör tevékenységének sajátos jellege, stratégiai biztonsági megfontolások vagy a közszolgáltatásokkal összefüggő szempontok ezt indokolják. Véleményünk szerint közérdek, gazdaságpolitikai érdek, a közszolgáltatások biztonságosságához fűződő elvárások fűződnek ahhoz, hogy az említett vállalkozások adósságrendezése, hitelezőikkel való megegyezése, reorganizációjuk kiemelt ügyként valósuljon meg. Ha a vagyonhiányuk és fizetésképtelenségük nem szüntethető meg, akkor a jogutód nélküli megszüntetésük gyorsabb, átláthatóbb eljárásrend szerint hatékonyabb szakmai kontrollal történjen meg. Tisztelt Országgyűlés! Kérem, tekintsük át néhány mondat erejéig a tartalmi kérdéseket is. Javaslatunk szerint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt vállalkozások vagyonfelügyelőjeként és felszámolójaként állami felszámoló társaság jár el, amely feladatra a kormány az ilyen tevékenységi profillal rendelkező, kizárólagos állami tulajdonban álló non-profit gazdasági társaságot jelölhet ki. Ezt a felszámolót nem kell bejegyezni, a felszámolók névjegyzékébe ugyanazok a tőkekövetelmények, vagyoni biztosítékok és szakmai követelmények érvényesek rá, mint a többi felszámolóra. A módosítás főként a felszámolási eljárásra nézve mond ki sajátos szabályokat. Ezek azt célozzák, hogy az állami felszámoló gyorsabban, hatékonyabban dolgozzon, ugyanakkor azonban jobban elő tudja segíteni az egyességkötést a felszámolási eljárásban is. A javaslat azt az esetkört is rendezi, amikor a fizetésképtelenség már nem szüntethető meg, a cég annyira vagyonhiányos, illetve veszteséges, hogy gazdaságpolitikai cél és közérdek a piacról történő minél gyorsabb kivezetése. Emellett elősegíti, hogy a felszámolás ezekben az esetekben rövidebb határidővel fejeződjön be. A tervezet kiegészíti a csődtörvény felhatalmazó rendelkezéseit kormányrendelet alkotására vonatkozó felhatalmazással. Javaslatunk szerint a kormány nevesíti a nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű és ezzel sajátos csőd és felszámolási szabályok hatálya alá kerülő vállalkozásokat, ha azok ilyen bírósági eljárás hatálya alá kerültek. A kormány kijelöli továbbá az állami felszámoló társaságot és meghatározza a nyilvántartásba vételével és hatósági ellenőrzésével összefüggő szabályokat. Tisztelt Országgyűlés! Összegzésképpen úgy gondoljuk, hogy a törvénymódosítási javaslat segíteni fogja az átláthatóságot, az állam számára megadott beavatkozási lehetőségekkel pedig gyorsítani fogja azokat az eljárásokat, amelyeknél a gyorsaság és a hatékonyság nemzeti érdek. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megkérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni. Nem kíván, köszönöm szépen. Most a Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, valamint a kisebbségi vélemény ismertetésére is. 5-5 perces időkeretben megadom a szót Patai Vilmosnak, a Mezőgazdasági Bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága tegnap június 20-án tárgyalta a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló TPER 3504-es számú törvényjavaslatot. Megítélésünk szerint a tervezett célja gyorsítás, hatékonyság és fokozott szakmai kontroll. A bizottság tagjainak többsége támogatja a törvényjavaslatot, hogy az általánostól eltérő szabályozással a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vállalkozások adósságrendezése, hitelezőikkel való megegyezése kiemelt ügyként valósuljon meg, és ha nem szüntethető meg,
fizetésképtelenségük, akkor a jogutód nélküli megszüntetésük gyorsabb, átláthatóbb és egységesített eljárás szerint történjen. Az elmúlt évek kedvezőtlen tapasztalatai miatt jogosan fogalmazódott meg az igény, hogy a csődeljárási és felszámolási eljárások sorából a közérdek, gazdaságpolitikai érdek és a közszolgáltatások biztonságához fűződő érdek érvényesülése